Tavasz van, tavasz van, gyönyörű tavasz. József Attila, tavasz van, gyönyörű és a csodaszarvas című művei voltak a kötelezően szavalandó versek. Szabadon választott művel is kellett készülni. Arany János, Petőfi Sándor és kostulányi Dezső mellett például Szép Ernő és Szabó T. Anna Strófá is elhangzottak de a legnépszerűbb a verseny névadója volt. Én színművészeti gimnáziumban jelentkeztem, ahol föl is vettek, és én nagyon szeretem a verseket és mivel oda készültem, biztos voltam benne, hogy ide is fogok, mert nagyon szeretem József Attilát és az ő életét, a verseit, tényleg egy, egy hatalmas szerelmem nekem, úgyhogy én ezért szeretek ide járni, és ezért jelentkeztem erre a versenyre megint. Az urak, a dámák ugye rád se néznek, talán le is tagadnák az ismerettséget. A zsűri fontos értékelési szempontja volt, hogy a korosztálynak megfelelő verset adott -e elő a versenyző. Természetesen a szövegértést, a szép kiejtést és az előadásmódot is figyelték. Az ítészek szerint a diákok magukévá tudták tenni a választott verseket. Nagyon-nagyon nehéz volt a két József Attila vers, amit központilag kaptak a gyerekek a kötelező versnek. Ott egy picit több volt a hiba. Ott előfordult, hogy kimaradt egy sor, ott előfordult, hogy megakadtak a gyerekek a szabadon választott versnél. Összpontosítottak. Tehát ott volt egy, egy, egy nagyon jó előadás, mindenkinek a saját karakteréhez mérten. Ez volt a 30. József Attila-szavaló verseny. A járvány miatt csúszott erre az évre a jubileumi megmérettetés. A helyi Területi Fordulóra 15-en neveztek két korosztályban. Ketten az 5.-6. korosztályból, az első kettő, illetve a 7.-8. és az első kettő jut tovább, és képviseli a területet, és bízunk benne, hogy ügyesek lesznek, és elhozzák a serleget. Az elmúlt évben különben elhozta a a serleget a megyéről. Meg lehet, de a hitem régen hagyott. Az április 9-i megyei döntőre az 5.-6. osztályosok közül Meyerhoffer méri és Horváth Lili jutott tovább a 7 8 as korosztályból Csepregi Lilla és Fisül Sára Rebeka képviselheti majd Keszthelyt.